Új, havonta jelentkező kulturális magazinműsorunk a Törzsasztal, melynek gazdája főszerkesztőnk Nagy Zoltán. Miért lett Törzsasztal ennek a sorozatnak a címe? Nagy sora van annak. Tulajdonképpen kerestem a megfelelő címet, ami leginkább illene ehhez a műsorhoz, és akkor rájöttem, hogy arra van szükségünk, hogy leüljünk egymással beszélgetni. Legyen egy törzsasztal, ami köré, ha leülünk, akkor olyan emberek, akiknek véleményük van kultúráról, erről, arról, ki tudják cserélni a gondolataikat. A törzsasztal voltak éppen anakronizmus, hiszen azok a kiskocsmák, azok a kávéházak, amelyekben törzsasztal volt, megszűntek. Mégis én úgy gondolom, hogy lehet, talán nem túl különös ez a szópárosítás, így szellemi törzsasztalt csinálni. Ezért első műsorunk is ilyen törzsasztal, meghívtunk néhány embert, akiknek véleménye van a kultúráról, ezeket el is mondják, és leültünk velük beszélgetni azokról a kérdésekről, amelyek mindnyájukat izgatnak. Kérem, nézzük meg együtt az első stúdió beszélgetést. Mai első beszélgetésünk e nem létező törzsasztal körül, éppen a kultúráról, a kultúra fogalmáról szól, arról, hogy mi a kultúra itt és ma Pakson. Kérem, engedjék meg, hogy beutassam beszélgetésünk résztvevőit, dr. Horváth Imre pszichológust a Paksi Atomerőmű RT-ből, Sólyom Károly nyugalmazott evangélikus lelkész, Elnémet Erzsébet óvodapedagógust és Rónaki József fizikust, ugyancsak az erőműből. Első kérdésem mindannyiunkhoz, és kérem nézzék el a tegezést, hiszen itt régebb óta ismerjük egymást, az egyszerűség kedvéért maradjunk a tegezésnél. Milyen kultúra van Pakson, egyáltalában véve, látjuk-e, tapasztaljuk-e átalakult világunkban azt, hogy a kultúra is jelen van? Mi erről a véleményetek? Szerintem, ha már egyikünk sem kezdi, nekem az a, hogy mondjam, eretnek gondolatom támad, hogy nagy egészben ránézünk a kultúrára, az nem úgy terjed, mint az influenza, hanem az a véleményem, hogy a kultúra az emberek útján adódik át szülőről gyerekre, illetve kisvárosban az emberek hordozzák értékrendjükben a kultúrát. Sajátos a viszony nyilvánvaló nagyvárosoknak a kultúrájában, mert ott természetesen irányítani lehet, ezt befogadni lehet, és így a kulturáltság valahogy sajátos formákat vesz. Kisebb településeknél, sajátosabb zárt közösségekben a kultúrát, mint ahogy ugye nem az influenza terjed, hanem generációról generációra adja át a kultúrát, vagy azt az értékrendet, amit most nagy általánosabban kultúrának neveznék, és akkor van egy érdekes helyzet, amikor ezt a kis etnikumot, vagy egy kis közösséget valami más, valami nagyobb megzavarja, esetleg mellé települ. Nem véletlenül gondoljátok, hogy én is arra gondoltam, hogy Paksnak volt egy ilyen kis, hogy mondjam, kis sajátos kultúrkörnyezete, maga által továbbadott értékrendje, és akkor megjelent 70-es években az erőmű, és jött sok száz ember a saját értékrendjével, és a saját kultúrájával. És a saját hagyományvilágával. És a saját hagyományvilágával. És akkor én azt hiszem, Zoli, hogy akkor itt vagyunk. A közepébe. A közepébe, pontosan. Tudott-e ötvöződni ez a nagyon sokféle fajta hagyomány, kultúra, nézet, szemléletmód? Mi erről a véleményetek? Rám nézel. Nem tudom. Ha őszintén akarok válaszolni, akkor nem tudom. A jeleit látom annak, hogy elkezdődött. Hosszú éveken át, én 1979-ben költöztem a városba, hosszú éveken át az volt az érzésem, hogy egy kis szigeten élek a lakótelepen. Minimális kapcsolatom volt a várossal,
És én még ebben a szempontból jó helyzetben voltam, mert a feleségem évekig a Városi Tanácson dolgozott, de a kollégáim kialakították maguknak a kolónia környezetet, a lakótelepi létet. Ennek számos tényezője volt, többek között például a helybéli lakosság pozitív befogadó készsége, amit a közismert gyűjtment kifejezéssel tudnék érzékeltetni. De a számos tényezőnek tulajdonképpen az eredménye a fontos, hogy én azt hiszem, hogy a paksi kultúra, a paksi kulturális élet, általában a paksi közösség az erőművet akkor fogja igazán befogadni, amikor a gyerekeink felnőnek. Ezt látom. Az én gyerekeim 2, illetve 4 évesek voltak, amikor Paksra költöztünk, most 16-18 évesek, ők már paksiak. Én lélekben, bár csak ott nőttem fel, ott jártam iskolában, én pécsi vagyok. Pécsre is hazamegyek, Paksra is hazajövök. Ők már csak Paksra jönnek haza, paksi gyerekek lettek. Amikor ők felnőttek lesznek, és az ő gyerekeiknek is ezt átadják, addigra azt hiszem, a város akkorra fog kitágulni, és akkorra lesz egy homogén közösség. Ennek a homogenizálódásnak egyébként számos jele van. Sokan tagadják, de egy nagyon fontos jele például, hogy a városi képviselőtestületben, hát azt hiszem mindenki tudja, hogy én annak a tagja vagyok, körülbelül fele-fele arányban ülünk a atomerőmű alkalmazottjai, illetve a város egyéb helyein dolgozók, és mégis megtaláljuk a közös nyelvet. Nem nagyon. Aki figyelemmel kíséri a testület üléseit, az csak nagyon nagy erőfeszítéssel találhatja meg a városban egyébként még mindig meglévő lakótelep, óváros, vagy nagyon pejoratívan, ugye falunak is szokták csúfolni, ellentétet. Amikor a közös munka kezdődik el, tehát amikor megtaláljuk a közös problémát, akkor ez az ellentét magától szűnik meg. És ebben azt hiszem, hogy igazándiból az a fontos, hogy legyenek közösségek, legyenek olyan helyek. Legyen például a képviselőtestület, de legyen egy kugli, a kugli nemes sportjának üzésére alakult társaság, legyen például az amatőr költők felolvasó estje a könyvtárban, és így tovább, ahova többfelől mennek el az emberek, megismerik egymást, és ha megismerték egymást, akkor utána már egyformák lesznek paksiak. Mindketten két kulcsszót mondhatok ki, te meg is fejeltél még egyel, a hagyomány, és te hozzátetted a legyenek közösségek. Kacsi bátyám, milyen közösségek voltak itt Pakson régen? Hiszen a hagyományok azok valóban ide nyúlnak vissza, ilyen kis legényegyletek, ilyen-olyan körök munkájára, tevékenységére. Tulajdonképpen Pakson 45 előtt, tehát a II. Világháború vége előtt, polgári iskolánál magasabb szintű intézmény nem volt. Tehát nem volt lehetősége, hogy kialakuljon egy olyan értelmű, mondjuk értelmiségi réteg, se műszaki, se humán, se egyéb vonatkozás. Polgárság se volt? Hát a polgári rétegnek a szintje az egy ilyen olvasó kör szintjén mozgott, és ott azután hát voltak ugye hát műkedvelő előadások, és ezek általában felekezetenként katolikus körbe, evangélikus olvasó egyletbe, stb. Működtek. Volt azután egy elég jelentős zsidó rétege ennek a városnak, és annak is volt egy bizonyos ilyen, hát mondjuk kultúr szintje, de ez egyik se volt sem művészi, sem irodalmi sem. Szóval én nem érzek ebbe olyan igazi kultúrszintet, amit mondjuk egy ilyen vidéki kisvárosba elvárhattott volna az ember. Na most itt van a probléma, hogy ahogy felvetetted a kérdést, ezek a kis szerveződések eléggé elszigeteltek voltak egymástól.
hiszen felekezeti elkülönültség a, még a két világháború között is elég erőteljes volt. Ezt növelte a nemzetiségi elkülönülés is, hiszen ugye a török háború után, az 1720-as éveket követően német bevándorlás volt, persze katolikus, evangélikus vonatkozásban egyaránt, és volt egy magyar réteg. És ezek is eléggé elszigeteltek voltak. Egy nagyon érdekes vonás még máig is kimutatható, hogy például az evangélikus családok, a Kápolna, Pál utca és az erre húzó Haránt völgyek utcáiba települtek le, másutt kevésbé. Na, elszórtan itt-ott egy-egy család akadt, de nem tovább. Ez egyben maradt. És ez az oka annak, hogy ezek a csoportok kulturálisan is eléggé elszigeteltek. Csak 45 után kezdődött egy jobb közeledés egymás felé. Én azt hiszem, nagyon egészséges lett volna, amikor az erőmű megindult, rögtön ezt a kapcsolatot keresni, építeni, és az ide jövő embereknek a paksi település múltjáról, annak a történelméről, annak a eddigi gazdasági irányvonaláról, népesedési megosztásáról. Talán több közléssel kellett volna közösen kimunkálni azt, hogy aki ide jön, az érezze, hogy ő, hát nem egy valami ismeretlen helyre került, hanem egy olyan helyre, amelyeknek a római korig visszamenően települési nyomai vannak. Tehát van egy olyan múltja, egy olyan történelme, van egy olyan levegője, hogy ha az utcákon megy, akkor érez mögötte valamit, hogy ez volt valamikor a római hadi út, amelyik összekötötte Eszéket és Aquincumot. 15 éve élek Pakson. Az első csoport, akivel megismerkedtem, ő szeretettel befogadott a Helytörténeti Bizottság, ebből a Jámbor Pál Társaság alakult ki. Mind a kettőre rámondható, hogy valamiféle módon kultúraápoló, kultúrateremtő volt, és nagyon sok jó és szép ötlet született belőle, kézzelfogható eredmény is. A helytörténeti gyűjtemény, azt hiszem, mindenki előtt nyitva van, és aki megnézi, megismeri Paksot. A Jámbor Pál Társaság lapja, a közvélemény, ami él immáron 12-13 éve. Ez a csoport alkotta meg, és szülte meg, teremtette meg a Városi Lapot, ami azóta is él és működik. És én nem éreztem soha, amikor Pakson járok, paksi emberekkel beszélgetek, hogy ellenték lenne köztünk. És szívesen, szeretettel beszélgetnek a régmúlt időről, és azt hiszem, hogy én is otthonomnak érzem már Paksot, a kultúráját is, a régi kultúráját is, és nagyon azon igyekszem, hogy megteremtsük az újat. Kultúra végül is én úgy érzem, hogy az egy értékrend. Egy embernek maga az életének a része. Ilyen esetben, hogyha valaki vidéken nő föl, és mondjuk gazdálkodó, de nevezzük úgy, hogy paraszt ember, mondjuk régebben. Arra érdekes módon, amikor tette a dolgát, becsülettel élt, eljárt, esküvőkre énekelt, tette a dolgát magyarul, egy városi, dandy nem használta azt a kifejezést, amikor megkérdezte tőle, hogy a Shakespeare-ről mi a véleménye, bátyám, és akkor azt mondta, hogy hát nem tudom. Nem mondta azt rá, hogy kulturálatlan. Az valahogy nem illett oda, mert azt mondja, hogy abban a közegben, abban az értékrendben, ahol ő hozzátesz valamit és él, abban az ő sajátos kultúrája. Meg is bicsaklott ez a fajta, kívülről jött, és azért itt jutott eszembe a 48, meg is bicsaklott az a fajta társadalmi kezdeményezés, jól emlékszünk rá, részese voltunk, amikor azt mondták, és innen jutott eszembe, a kultúrát le kell telepíteni mindenhova,
hogy úgy égjen, mint a gyertyalánk mindenhol. És akkor történtek a, ugye a vándorszínészek, akik XY, hadd ne mondjam, milyen típusú darabokat vittek le, kötelező volt olvasni, kötelező brigádnapló, most nem bántom ezeket, de 8-szor voltunk színházba, stb. 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 Tehát nem így. És amikor a kérdést föltetted, akkor én úgy érzem, hogy ha itt Pakson ez a fajta, tehát a, nem az alulról jövő, ez egy rossz kifejezés, végül is az emberek önt olyan kezdeményezésére áll össze valami, amelyiket utána saját maguk kultúrává formálhatnak össze. Köszönöm. Hát Pakson azért a helyzet nem teljesen reménytelen, mert végül is ezt pénzben is lehet mérni. Az önkormányzat félretett ez az 1992-es évben 2 millió forintot arra a célra, hogy kis közösségek kulturális célra pályázatot adhassanak be, és az önkormányzat ezzel támogassa az ő nevezik úgy, hogy kulturális tevékenységüket, ami teljesen mindegy, hogy most a fuvos zenekar, vagy a mazsorett csoport, vagy a sárkányrepülők az atomerőműben, tök mindegy. A lényege az az, hogy egy csoport a szabad idejében valamilyen együttes, értékteremtő tevékenységet végez. Én a kuglizást is annak tekintem. Tehát közösségi kulturált szórakozás, nem a tévé előtt ülök dermedten és nézem a német filmet, amiből egy szót se értek, csak azt látom, hogy ütik egymást. Nem egy a Tiffany című regényújságot, vagy a Kiskegyet című lapot olvasom, hanem együtt vagyok, jó társaságban, emberek között, közben meg tudom vitatni a világ dolgait. Ha éppen kulturálod, a magas kultúra érdekel, akkor közben Picasso-ról beszélgetünk, ha kevésbé, akkor a nőkről. Mindegy. Ez a fajta közösségteremtésnek a csírái nagy számban megtalálhatók a városban. Igazándiból a feladat az az, hogy ezeket kell minden létező módon erősíteni. Minden létező módon. Ehhez egyrészt pénz kell, másrészt pedig bátorítás. Tehát például ez a beszélgetés is, ez egy kis közösség. Most leültünk, beszélgetünk, miről a városról, a kultúráról, érdekes dolgokról, holott, hát talán pénzt is kereshetnénk ez alatt, vagy mást is csinálhatnánk. Tehát minden ilyenfajta kezdeményezést, aki egy kicsit is felelős a városért, ezt bátorítani kell, a csirákat gondozni, egy kicsit öntözni, hogy hadd működjön. Nagyon jó példa erre például, hogy ezek a kezdeményezések jól megfigyelhetően mindig egy-egy fanatikus ember köré csoportosulnak. Egy kezdeményező egyéniség, egy deviáns egyéniség, aki valamit akar csinálni. Jó példa erre a, nagyon jó példa erre a Paksi Néptánc csoport, ahol a Magdi egészen különleges egyénisége hozott nemzetközi színvonalú eredményeket, megbolondítva gyerekeket, de mondhatnék néhány edzőt, aki a sportban produkált egészen rendkívülit, egyszerűen azzal, hogy a gyerekekre szuggesztíven tudott hatni. Kell az a néhány deviáns ember, az kell, hogy a társadalomban, úgy köztünk társadalom, hülye szó, itt a városban, magunk között ezeket az embereket ne hülyének nézzük és neki közösítsük, hanem inkább támogatni próbáljuk meg. Keressük azokat az eszközöket, keressük meg ezeket az embereket és támogassuk. Nem? Hagyomány és közösség. És úgy érzem, hogy a közösség, ahogy mondtad Juska, van értékteremtő ereje. És hát, hogyha közösségről beszélünk, akkor valahonnan alulról kéne fölépíteni ezt a műtársadalmunkat, méghozzá kezdve a gyerekeknél, akiknek mind műszaki, mind humán kultúrát tekintve valami egészen másról kell elindulni, mint ahogy indultunk akár mi is. Én azt hiszem, hogy mint óvodapedagógus. Itt illetékesnek érzem magam, a mai kor gyermeke, az enyémeket és a tanítványokat is beleértve, azt hiszem, hogy valamiféle konzervkultúrát kap. A tévéből, a képújságokból, és itt a szülő és a pedagógus felelőssége. Mert
ez ellen valamit tenni kell. Amikor, mesélnek el a mai szülők? Amikor nem mesélnek a mai szülők, ez az én iszonyú nagy gondom, bánatom, amikor a kisgyermek lejátsza az előző napi tévéfilmet, lejátsza ezeket a szörnyfilmeket a tini ninjákkal, és megpróbálja utánozni, hiszen a gyermek az utánoz, ebben él, ez egy természetes dolog, és elfelejtette a szép szóbecsületét. Amikor én elhiszem, hogy a túlhajtott, fáradt szülőnek egyszerűbb, ha beültetem a videó elé, nagyon jól tudja már kezelni a gyermek. És ez a műszaki kultúra része, mert kezeli azt a gépet, de elfelejtette azt az intim együttlétet, ami nagyon fontos a pszichés fejlődéséhez, az emberré válása. Hogy a család család legyen, és a családi nevelés az, az én veszőparipám, akik ismernek, ezt tudják rólam. Valahol itt kéne elkezdeni óvodáskorban, hogy leülök és beszélgetek. Aztán mesét olvasok, jól megválasztott mesét olvasok, és a kulturálódás innen aztán épülhet mindenfelé. Napjaimat úgy élem, hogy megpróbálom helyettesíteni szép szóval, mesével a gyerekek igényét, mert van rá, hiányérzetük van rá, amikor 20-30 gyerek bújik az ember ölébe, akkor rájön, hogy nem tud helyettesíteni. Most valahogy itt kéne elkezdeni. Én azt is tudom, hogy a szülőknek pénzt kell keresni, másodállást kell vállalni, ha hazajön, akkor el kell látni a háztartást, nem tud mindennek megfelelni, de valahol nagyot vétünk a következő generációval. Mi sem voltunk megtanítva már. A következő generációt ne engedjük ki a kezünkből, szakítsunk időt. Szakítsunk időt az esti mesére, szakítsunk időt arra, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy hogy megy az a kicsi hangya az ülgemezőn, egy szelet zsíros kenyérrel és egy üveg üdítővel vagy akármivel. Mert igényli. A család nem beszélget egymással. Megeszik a vacsorát, mert az ebédet azt külön eszi, egyik az egyik munkahelyen, a gyerek az iskolába, stb. Az egyetlen hely, ahol már úgy, ahogy összejön a család a vacsoránál, de ott már nézik az órát, hogy kezdődik a 8 órai híradó, utána a film, stb. És akkor legfeljebb csak annyi van, csönd, most már ne zavarj, és arra figyelj. És elmarad az a beszélgetés, amit tulajdonképpen a kultúrának, az emberségünknek a kulcskérdése. Mert az ember abban lett kultúrlény, hogy el tudta mondani azt, amit én átéltem, tapasztaltam, megismertem a másik embernek. És itt érzek egy olyan dolgot, amit a magam ifjúságában és a magam, hát mondjuk iskolai élményei között nagyon-nagyon drága emlékként tartok számot. A mi tanáraink, hát az én tanárjam, így mondom, élményét tudták tenni a magyar irodalmat, a magyar történelmet. Soha nem fogom elfelejteni, iskolai kirándulás volt, és fölmentünk a Tátika tetejére, a balatoni fölvidéknek az az egyik csúcsa. És mikor fölért az osztály, akkor a magyar tanárunk azt mondta, a gyerekek, most beszélgetünk a kisfaludiakról. És ott fönn a Tátika tetején, ahogy körbenéztünk és mutatta, ez a Csobánc, ez a Szigliget, ez a többi, és beszélt Kisfaludiról, költészetéről, annak a helynek a légköréről, élményéről, a magyar irodalomba való beágyazottságáról, annak a történelmi hátteréről, úgy, hogy mi lélegzett visszafolyva hallgattuk. És azt a magyar órát én életemben nem felejtem.
Irigyellek, Arci bácsi. Miért? Kimondottan. Olyan korról beszélsz, olyan időszakról, amit ugye regényekből vagy jó magam is el tudtam képzelni, mitől két naponta érkezett le egy fogat, amikor várhattunk valamit. Magyarul az időt azt a beszélgetéssel, a gondolatok cseréjével lehetett eltölteni, és ott meg lehetett ismerni egymást. A gondolatok cseréjét jelen pillanatban az első sokat emlegetett televízió adja, mert idézőjelben mondta Erzsike is az előbb, hogy nincsen idejük neki, bocsánat, az ördög ügyvédje leszek. Nincsen idejük beszélgetni. Szalad, sőt, nagyon-nagyon soknak, és most elképzelhető, hogy sokan, akik nézik a műsort, talán egyet értenek, mert eddig azt mondják, jó, könnyű ezeknek, akik itt ülnek, és most elmondják, hogy mi a jó dolog. De nem is tanultak meg beszélgetni magyarul. Az a család, ahol gyakorlatilag ez az érintkezési fajta, az értékrendek ilyen átadása nem volt, hogy mondjam, hagyomány, akkor azt nem fogja most a X program, ideális család, holnaptól kezdve beszélgetek, ezt és ezt teszem. De mégis akkor ilyen borzasztó a helyzet, tehát akkor hagyjunk mindent úgy, nem. Hanem egy dolgot lehetne, nem tud mindig beszélgetni a család, kétségtelen, mert ennek sok objektív oka van. De a felnőtteknek, tehát a szülőknek legyen az a kutya kötelessége, hogy azt a kínálkozó kevés lehetőséget használja ki. Mert a gyereket nem tudja elvenni, véleményem szerint az egy legalább ugyanolyan mechanikus dolog, hogyha azt mondom, hogy ninja megy a tévében, nem nézed. Ez megy a tévében, nem lehet. A másik oldala. Ki van öntve a gyerekkel együtt, vagy a vízzel együtt a gyerek is. Ez így nem megy. Mert a gyerek másnap az iskolába elszigetelődik azzal, amikor nem tud hozzászólni valami olyanhoz, amiben a környezete, az ő gyerek környezete benne van. Rossz lenne, nem lenne jó. Igen ám, de akkor ott folyjon be még egyszer változatlanul a szülő, hogy az általa jónak és elfogadhatónak talált értékrendet, ugye kulturáltság, tehát regények, irodalmi műfestészet, zene, és a többi, és a többi, és a többi, azokban a kínálkozó kicsin kis lehetőségeket, azokat úgy kapjon rá, amikor a gyereknek nem kell elrohanni az iskolába, stb. Van egy szombat délelőttünk, mindent lehetne ott csinálni, de akkor vonuljunk már el egy rövid időre, és akkor megkapja. Nem mindig, hanem magyarul még egyszer, tehát valahogy azt a párat, ami adódik neki, azt használja ki el. Nekem ez a véleményem ezzel. Tudom. Most, hogy a vágási munkálatok befejezése után a nézőkkel együtt te is teljes terjedelmében láttad a törzsasztalt, hogy érzed, még mindig törzsasztal a törzsasztal? Egyre inkább. És meggyőződésem, hogy ez a törzsasztal állandó törzsasztal lesz, és egyre többen fogják elmondani a véleményüket, egyre otthonosabban a kultúráról. Ez sorozat mai adása azonban még nem ért véget, mit láthatnak a nézők a második részben? Miután ez a műsor nem úgy magazin műsor, hogy egy-két-három perces kis blokkok váltogatják egymást, itt hosszabb, nagyobb terjedelmű műsorblokkok következnek. Második, mintegy 10-12 perces műsorunk egy olyan tudósról szól, akinek az édesapja nagyon jelentős munkát végzett, a többi kiderül a filmből. Lássuk a filmet. Annak, hogy a törzsasztal első meghívott vendége éppen Szabó T. Ádám, oka és története van. Tavaly, amikor a sajtó hírül adta, hogy felszámolják a Téka könyvterjesztő vállalat soroksári raktárát, és igen olcsón vásárolhatok értékes könyvek, én is elmentem. Elkeserítő látvány fogadott. 10 000 szám hevertek a földön széttúrt könyvek, köztük sárosan és tépetten néhány példány az erdélyi magyar szótörténeti tárból is, amelyről itt ma szó lesz. A tárból, amely a magyar művelődés történet mindmáig legnagyobb egyéni vállalkozása, amelynek minden iskola, minden valamire való könyvtár polcán ott kellene lennie. Ami olyan a könyvek között, legalábbis nekünk magyaroknak, mint gyémántok között a kohinor. A legnagyobb, a legszebb. És őt, aki évtizedek kitartó munkájával összegyűjtötte a magyarság évszázadok, s ki tudja talán évezredek szavakba testet öltött történelmét, Szabó T. Attilának hívták. A Kolozsváron élt tudóst, számos nyelvtudományi és művelődéstörténeti munka szerzőjét fia,
Szabó T. Ádám nyelvész professzor mutatja be néhány 1986-87-be készült film egyes részleteinek segítségével. Őt mindenki úgy tartja számon, mint a törzsökös erdélyit. Én azt mondanám, erdélyi magyar, de a gyökerei még itt, a Dunával átellenben is ott vannak, ugyanis Ordason több szabót is látni a református templom tábláin. Ez az a Szabó család. És ez az a Szabó család, tehát ő neki a dédszülei Ordasról valók, apai dédszülei. Igaz ugyan, hogy az édesanyja Bartók Ida, és az a háromszéki Bartók, ahonnan valószínű, hogy Bartók Béla is való. Édesapám Fehéregyházán született, és mondta is, hogy Fehéregyházát két csapás érte, az egyik, hogy ott halt meg Petőfi Sándor, a másik, hogy ott született ő. A Fehéregyházáról 2 éves korában el kellett mennie, mert édesapja meghal, úgyhogy fél árva gyerekként édesanyja 6 gyermeket nevel fel református tanítóként. Dézsre kerül a család, oda való, és Dézsen már az 1700-as években találkozunk törpényiekkel, törpényi szabókkal. Ez az a család, amelyik a család másik ága, és így egyesül a törpényi Szabó és az ordasi Szabó. Édesapám, mint hát nem nagyon jó módú gyerek, ugye teológiát végez, és kicsit viccesen emlegette volt, hogy ő végzett teológus és dilettáns nyelvész. De a teológia mellett azért elvégez mást is. Hát ahhoz képest, hogy dilettáns nyelvész, és ezt természetesen tegyük nagyon-nagyon idézőjelbe, ahhoz képest az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár eddig megjelent 4 kötetének, nem tudom hány címszava van, de annyit tudok, hogy több millió szót gyűjtött össze édesapád, és több 100 000 cédulán dolgozta fel ezeket. Igen, hát édesapám ezt nem is tekintette nyelvészeti munkának, hanem az erdélyi magyar művelődés történet, és nem csak a magyar művelődés történet, egyik az európai művelődés történet egyik fontos kézikönyvének. Mondták is, hogy az nem is szótár, hanem művelődés történeti adattár. Egy művelődés történeti lexikon volt olyan, aki nem tudom, Lőrince például ennek minősítette. Mondhatni, egy európai munka született itt, amelyik akár az angol, török, francia kapcsolatok szempontjából is, és az holland kapcsolatok szempontjából fontos. Mert a jövevényszavak révén, kölcsönszavak révén rengeteg olyan nyelvi anyag kerül be az erdélyi magyarba, ami az erdélyi magyarság európaiságát mutatja. A nyelvben benne van egy népnek a története. És ugye, ahogy nem tudom, az ember a magyarságnak, a finnugorkori, nem is a magyarságnak, ahogy meg lehet rajzolni a nyelv alapján a finnugorkori művelődési réteg alapjának korabeli műveltséget, azután tovább az ugorkornak, azután az előmagyarkornak, és aztán a későbbi történeti magyar koroknak a műveltségét meg lehet rajzolni az részben alapvető szókincs változásaival, részben pedig a idegenből jövevényszavak segítségével, meg lehet határozni azokat a hatásokat, amelyeket a magyarság érte, hát ez a legnagyobb művelődéstörténeti tanulság.
1966-ban már közöl egy ilyen tervezetet, úgy emlékszem, hogy a Korunkban jelenik meg, arról, hogy ilyen jellegű szótárat szeretne kiadni. A gyűjtő munkát több mint 50 éven át végzi. Tehát rendkívül tudatosan levéltárakban gyűjti előbb a történeti helyneveket, és ezeket rendszerezi. 800 ezer történeti helynevünket gyűjti össze Erdélyben, minden erdélyi megyéből, és minden erdélyi településről van történeti helynév anyaga, és így fokozatosan kialakul benne az a kép, hogy nem csak a helyneveket, hanem a nyelvi anyagot, a szavakat is össze kell gyűjteni, és 5 millió adatot. Ez adat, nem címszó, 5 millió magyar szót gyűjt össze. Ez az egyik legnagyobb ilyen európai vállalkozás, és úgy tudom, hogy egyéni vállalkozásként a legeslegnagyobb. Hogy tudta tárolni egyáltalán? Kolozsvári lakás alkalmas volt erre? A lakás viszonyok olyanok voltak, hogy rendkívül nehéz volt ezt tárolni, és főleg három kisgyerek mellett, akik ugye érdeklődtek a cédulák iránt, otthon tárolta, és a szobáját bizony bezárta. Úgyhogy a két szoba amúgy is kevés volt, de az egyik többnyire zárva volt a kisgyerekek előtt, mert egy-kettő elkezdték volna a cédulákat rendezgetni. Hát már nagyobbacska gyerekként bevont bennünket is, és beszélt a szavak életéről, arról, hogyan alakultak. Ha egy példát itt mondhatnék, például nagyon gyakran említette a bűvös, bájos szavunkat nékünk. Ennek ma ugye kedveskedő jelentése van. Gyerekre mondhatják, vagy arra, akit szeret valaki. De 1592-ben a kolozsvári jegyzőkönyvek tanúsága szerint a következőképpen alakul a jelentése, szó jelentése. Kalmár Tamásné szájából hallottam, hogy az Nyirai Márton anyját bűvös, bájos, bestje kurvának szitta. Tehát a bűvös, bájos szavunk rendkívül negatív volt ebben az időben, és akit így jelöltek, azt akár szalmán el is égethettek, boszorkányként. Tényleg, milyen művelődési képet rajzol fel ez a döbbenetesen nagy anyag? A magyar társadalom legkülönbözőbb rétegeiről, tehát arisztokratáktól, főnevesekről, polgárokról, jobbágyokról, nyelvi mindennapjaikról rendkívül színes, gazdag anyagot tár elénk, azt mutatja be, hogy a 15-16-17. Századi erdélyi magyarság hihetetlenül pontosan, szépen, gazdagon, választékosan tudott beszélni, ha kellett durván, de ez a durvaság, vagy akár trágárság is választékos volt, sokrétű, sokszínű, és nem olyan szegény, mint amit manapság igen gyakran hallunk, hogy ugyanazt a jelzőt használják jelzőként, főnévként, melléknévként, igeként, és egyszerűen olyan fokú nyelvi elszegényedésről tesz tanúbizonyságot a beszélő, hogy majdnem azt mondhatom, hogy madarat tolláról, embert a szaváról ismerni meg. A román tudományos élet, román nyelvészet, irodalom lereagált a szótörténeti tár megjelenését? Igen, és román nyelven is jelent meg rendkívül pozitív ismertetés az erdélyi magyar szótörténeti tárról.
Hát ezen ne is csodálkozzunk, mert nagyon sok román szónak az első előfordulása az erdély magyar szótörténeti tárba található meg. Mi a könyv további sorsa? Tulajdonképpen mi is szeretnénk tudni, hogy mi lesz. Nagy gond ez, nem csak személyes gond, az ő családjának a gondja, munkatársainak a gondja, hanem ez a magyar tudománynak a gondja is. Azt nem kell itt külön ecsetelnem, hogy az erdélyi magyar szótörténeti tár az mit jelent a magyar tudomány számára, sőt mondhatnám, hogy az egyetemes tudomány számára is, nem csak a nyelvtudomány számára, hanem a művelődés történetnek, néprajznak, egyéb tudományoknak a számára, és ezt a négy kötetet mindenképpen folytatni kellene. Az ötödik kötet tehát nem jelenhetett meg Romániában, és most az akadémiai kiadó és a Kriterion kiadó közösen adja ki Magyarországon. Zöld Ferenc, az akadémiai kiadó igazgatója rendkívül megértően és támogatólag viselkedett e tervet illetőleg, és úgy néz ki, hogy a hatodik, hetedik és a további kötetek is, körülbelül 12 kötetre tervezik, itt Magyarországon megjelenhetnek. Szerettem volna legalább 10 esztendő, a hamarébb gyílik alkalom számomra, hogy a szótörténeti tárnak a munkájához, szerkesztéshez hozzáfogjak, mert akkor valószínűsége meg lett volna annak, hogy hát be tudom fejezni ezt a munkát. Így mindig nagyon nagy aggodalmat.